Appelsoffer Ágnes, a város polgármestere elmondta, hogy továbbra is a magas színvonalú és kifogástalan ellátás a cél. Július 1-től nagy-nagy örömünkre sikerült végre átadnunk az intézményt. Eddig a családsegítő központ működtette, és én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalat igyekeztünk az intézménybe képviselni, de hát nekünk ez nem a profilunk, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy végre sikerült a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak átadni, hiszen nekik ez egy nagyon fontos profil az idős emberek ellátása, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy akár az ott dolgozók, akár az ott élők és a hozzátartozók megelégedésére történik mindez. Mindenki maradhat az intézménybe, akár dolgozó, akár ellátott, és én nagyon remélem, hogy az átállás zökkenőmentes lesz. Jónás Gergely, a Dél-Dunántúli Központ regionális ügyvezetője beszélt az intézménnyel kapcsolatos jövőbeli tervekről. Az intézménynek a működési feltételeit, a gazdálkodását, a humán erőforrás kérdéseit kell napirendre vennünk. Értem ez alatt például azt, hogy a jelenlegi létszám nem elég arra, hogy ezt a 42 főt folyamatosan északi műszakban és a hétvégi nap és ünnepnapokon is megfelelő létszámot tudja ellátni. Ezzel foglalkoznunk kell. A gazdálkodásában vannak jelentős kérdések, ami a hosszú távú fenntarthatóságnak mindenképpen egy alapfeltétele lesz, hogy ezeket rendbe tegyük. De természetesen nem várunk, tehát ez idő alatt én azt gondolom, hogy mindenképpen párhuzamosan már el fog kezdődni a lakókat érintő bizonyos fejlesztések, programok bevezetése, ami a Máltai intézményeket egyébként általában jellemzi is. A Tolnai otthon a Szekszárdi Palánki útival együtt alkot egy egységet két telephelyjel. Ez azért nagyon fontos, mert hogy az idősek állapota és a lehetőségei, képességei is különböző ellátási igényeket vetnek fel. Egy nehezebb, mozgásában korlátozottabb állapotban lévő idősnek inkább magasabb ápolási szükséglete szokott lenni erre, jobb, ha egy olyan intézményi feltételrendszer áll rendelkezésre, ahol kicsit a kórházi ápoláshoz, a kórházi ellátáshoz hasonló vagy ahhoz közelítő ellátás áll rendelkezésre, és az is jó, hogyha valaki még nincs ilyen állapotban, hanem fentjáró, jó egészségnek örvend és önellátó akár, ő neki meg ezt a feltételrendszert tudjuk biztosítani, és csak olyan mértékben szolgáljuk ki, amilyen mértékben erre neki szüksége van. Hivatalosan július 1-től került a Máltai Szeretett Szolgálat fenntartása alá az intézmény, ami ezentúl a Gondviselés Háza Tolnai Idősek Otthona néven működik tovább.